Hagyományosan július utolsó hétvégéje, a végvári napokról szól Gyulán, az idén immár 12. alkalommal. A rendezvény beharangozó sajtótájékoztatón Repiszki Dániel ügyvezető kiemelte, az országosan is jelentős esemény legfőbb célja, hogy méltóképpen megemlékezzenek az 1566-os ostrom eseményeiről, hiteles és korhű képet adva a 16. századi végvári vitézek életéről. Az ügyvezető hangsúlyozta, az elmúlt években a rendezvénysorozat a nyári főszezon leglátogatottabb eseményévé nőtte ki magát. Több tízezren fordulnak meg itt a várkertben 3 nap alatt. Ami nagyon pozitívum, hogy most már sokkal inkább a napközbeni programokra is nagyobb az érdeklődés, nagyobb a látogatottság. Ez nyilván annak is köszönhető, hogy még több programmal készülünk napközben is, hiszen mind szombaton, mind vasárnap 10 órától már rengeteg családi programmal készülünk, amire látjuk, hogy van igény, az érdeklődők kijönnek, itt vannak velünk napközben is. Utána természetesen ugye a várostromok, illetve a koncertek a leglátogatottabbak, a leglátványosabbak, de örülünk annak, hogy az újonnan bevezetett programelemekre is van igény. Kovács Ágnes, a rendezvény főszervezője elmondta, az idei programok 7 helyszínen zajlanak, jellemzően a várkertben, ezek mindegyike ingyenesen érhető el, a várban és a várfürdőben tartott programok viszont az aktuális jegyárakkal látogathatóak. Kovács Ágnes kiemelte, húscsoport mintegy 250 hagyományőrzőjét várják a hétvégére, akik tüzérségi, fegyver és viselet bemutatóval készülnek, de történelmi színjátékot és vásári komédiát is láthat a nagy közönség. Az idei év újdonságaként lovasokat és kutyákat is bevontak a programokba, színesebbé téve ezzel a felvonulást, de mellette a török hódoltságkori kutyázási módszerekről is képet kaphatnak az érdeklődők. Kovács Ágnes elmondta, az innováció részeként a gasztronómia is megjelenik az idén. Pénteken délután 5 órától a gyulai várlovakterme ad otthont a Középkorasztala című előadásnak, ezt dr. Lovász Emese Anna régész tartja. Itt furcsa szokásokról különleges recepteket fog elénk tárni ezzel az előadás alatt a régészünk. Ezen kívül ugye a rendezvény idején keresztény, illetve török seregek táborába táborvezetéseket tartunk. Ezek úgy történnek, hogy itt a lovas szobornál fél órával a táborvezetések időtartama előtt gyülekezünk, és itt szervezetten, irányítottan történik a táborokba a vezetés. A 3 napos történelmi időutazáson minden korosztály megtalálhatja a számára legértekesebb programot. Főszerepben a 16. század áll, de a jelen is hangsúlyt kap, például az esti nagykoncerteken.